Mondj valamit, Tomika, kérlek, nyilatkozz a mai napra. Megkérem szépen, riporter, kisasszony, hogy kérdezzem valamit, és arra megfelelően milyen volt a mai nap? Meleg? Milyen meleg volt? Milyen hőmérséklet volt ma? Hát most azt eltekintve, hogy igen, elég ratyi volt az időjárás, ugye esős ahhoz képest. Mocsok meleg van ma. Szerintem egy 35 fok biztos, hogy volt, olyan dél körül. Igen. Úgyhogy elég szépen, nem csak lebarnultunk, le is égtünk mellette. Így van. Az időjárás jó, körülbelül csak ennyit mondanék, mert jó időnk van. Igen. És mit ettél ma? Hallgatjuk. Mit ettem ma? Igen. Hát most éppen rágozok, de amúgy És milyen rágó? Milyen a minősége, jó? Orbit jó? És nagyon jó. És milyen színű? Maga a rágó? Fehér. Aha, értem. Kérem szépen, reggel ettem egy bolognai spagettit. Igen. Kifőztem tésztát otthon, mert úgy akartam nekiindulni, hogy legyen energiám. És reszeltem még sajtot is tetejére. Ez igazán izgalmas. Még meg is pirítottam még tefába, hogy ilyen krémes legyen a szósz. Arra. Nagyon finom volt. Az útra pedig jó kis vastag kenyeret vágtam meg. Egy jó kis házi kolbászt, azt elvoltam az egész nap. Most fogyott el az utolsó szelet. Ja. És hogy bírod a társaságomat, mondjuk? Hát eddig nagyon jól. Kérlek, menj ott. Neked ott kell mennem. Nem. Igen. Nekem úgy kell mennem, hogy a sárga csíkon és a bicikli sávon. Szóval így. Így. Aha, értjük. Úgyhogy ha valaki megkérdőjelezné, hogy melyik a bicikli út, úgyhogy még biciklis van az embernél, akkor kérem szépen ez a helyes. Így. Így. Lássátok! Mi a véleményed a McDonald's-ról? Szerintem egyrészt egészségtelen, és 300 forintért kapok egy ekkora hamburgert, egy ekkora tálcán persze, és amikor a csaj azt mondja nekem, hogy jó étvágyat, hát csak nézek, hogy ja, hogy ez, azt mondtam, ez az előétel, vagy valami, nem baj. Annyi a véleményem, hogy nem jó. Inkább az igazi házi hamburger, amit otthon csinálunk. Oh. Vigyázz, mert itt jön egy veterán futó. Sportembereknek annyit tudsz csak segíteni, mint járókelő, hogy nem akadályozod a feladatának a teljesítésébe. Így van, és ezért te a biciklis úton engedted el, holott ő gyalogos. Így van. És látjuk, hogy a 95-ös benzin az 432,9 forint. Hát ez nagyon drága. Neked mi a véleményed erről, Tomika? Hát az a véleményem, hogy a franc fog fizetni benzire. Mi a fenének, mikor van egy olyan járgányom, amit sosem kell megtöltenem sem benzinnel, sem gázolajjal, semmivel, csak ráülök és tekerek a világ végére. És de azért erő kell hozzá. Az kell hozzá. De ingyen. Meg kitartás. És ingyen, így van. Nem vagyok híve sem a tömegközlekedésnek. Az, hogy én elmentem a Limp Bizkit koncertre Budapestre, szerintem az ott az egyben az utolsó is, mikor felszálltam egy távolsági buszra, legalábbis mostanában. Igen, azt a videót azt láttam. Igen. Szelfondozottam saját magammal. Tehát a levegő sűrűsége jelenleg milyen? Hasonlítsd össze kérlek a kilátó és az itteni levegő sűrűségének a halmaz állapot összetételét, kérlek, szóval. Kérem szépen, meglepően nyomasztó még itt fent bicikli, a levegő. Vagyis kettő, vagyis én most elmegyek. Vagyis megzavarták a forgatást, amit én nem tolerálok. Na, így van. De meglepően nyomasztó itt lent a levegő, függetlenül attól, hogy mocsok, szennyezett, ennek járnak a kocsik, akiket én nem szeretek. Bár igazából mostában senki sem szeretek, aki gépies járművel megy. Ott elektromos bicikli se jó? Határeset, de jó. Az a lustáknak a járgány. Akik nem képesek tekerni. Szóval fönt
Fönt tisztább volt a levegő. A szél gyorsasága, erőssége és a kellemességi foka is magas volt. Igen. Igaz, hogy ott is tűzött a nap. Meg a hőmérséklet nem volt hűvösebb, mint itt, de fönt jobb volt. Ja, igen. És a panoráma, ami kárpótolt még a mai napra. Mi? Fa is van, persze. Hát az is van, meg van betondzsungel, meg... Így van. Meg posztókémé, meg gabonatároló, meg valami... Meg olyan érdekes, fura alakok, akik... Nem tudom, tehát így a szemben mész velük, én megkérdezed, hogy ezek ide tartoznak ebbe a világba, vagy... Ott egy példa. Az pont nem az. Ott meg egy kocsi, amit a Tomika utál. Amit a Tomika nem szeret, mert csak akadályoz. Így van. És szennyezi a levegőt. Pontosan. Pénztárcádat kiüríti, és... Hát nem is tudom, és zajos. Igen. Tehát ennyiben tudnám összefoglalni a személyi gépkocsit és a társait, hogy miből. Szóval kapják be a kocsik. Hát úgy is lehetne fogalmazni, igen, bemutatom nekik a középsúlyamat, mert egyedül, amit el tudok fogadni, az a motor. Igaz, hogy az is szennyező levegőt, de az nem akadályoz és nem hátráltat. Csak néha megijeszt, mikor hallgatom 15-ből 14-en a zenét, és nem tudom, így elsuhan, és úristen, mi volt ez tehát? Azokat nem ítélem. Jó van, Tomás úrfi, Lincoln úr. A következő kérdésem pedig, hogy az idefele jövett út alatt a 33. percében milyen zenét hallgatott? Kérem, válaszoljon. 33. Na, attól függ, hogy tehát mikortól átléptem a Dunahidat? Mikor elkezdett zenét hallgatni. Nem, mikor elindult, bocsánat, ez így pontosabb. Mikor elindult? Annak a 33. Mikor elindultam a telephelyről, a rezidenciából? Pontosan, a horvát rezidenciáról. Húha. Hát, hogyha most azt nézzük, hogy megálltam egy boltba, megálltam a piacon, meg megálltam egyet nyilatkozni, azt tehetek én a 33. percben, pedig egészségére... Köszönöm. Riportál kisasszony. Linkin Parkot hallgattam, azon belül is talán az új albumának a... Nekem kérem, ne találgasson, nekem őszintén... A Linkin Park Vastulánzot hallgattam. Köszönöm. Akkor. Én mindig biztosra szoktam menni, és megfontolt vagyok, mielőtt választ adok. De azért ne is váratasson meg. Az idő pénz, tudja. Inkább memóriakártya. Tényleg. Következő kérdés. Igen. Ön szelektíven gyűjti-e a hulladékokat? Nem szokásom, de mindig is. De mindig ügyelek a környezetemnek a tisztaságára, és ellenzem a szemetelést. Köszönöm. Ez igazán becsületes. Tudom, igyekszik az ember. Mi a véleménye a csokoládéról? Csokoládé. Arról a nagyon finom boci csokiról, mondjuk, ami ott látható a táblán. Boci csokiról? Igen. Nagyon finom, édességnek mondanám. Meg boldogság hormon termelőnek az ember eszi, de szerintem a milkát azt nem körözi le. Tehát a milka az szerintem az érdekes jobb. Meglátás. Ugye ez is nézőpont kérdése, ahogy Linkin Tomást idézném. Így van, tehát így van. Véleményem szerint a milka az egyik legjobb édesség, mint csokoládé, és jobb, mint a boci. Aha. Pozíció csere. Igen. Szóval. Én vagyok a kevésbé idegesítő részen, ahol a kedves személygépkocsik mennek. Fenébe. Akkor Dani, a téged is kell rettelni. Én is meg interjúval. Igen? Akkor interjúval. Akkor nyomd meg a piros gombot.